akit ma egy kávéra hívtam, jó 10 éve kiszállt az élsportból, de nem tűnt el egy edzőterem homályában, sőt, életmódtanácsadóként is dolgozik, sokaknak segít. Az egykori pécsi Sas, aki 6-szoros világbajnok volt csapatban, és 2-szeres Európa-bajnok, testvérével, Katus Tamással és Szent Györgyi Rómeóval, Katus Attila. Kis leltár volt. Üdvözlök mindenki, igen, nagyon szép bevezetés volt. És néztelek, te dög, már bocsánat, kérek, azt szeretjük egymást, talán megengedett. Tehát, hogy még a póló alatt is minden izom gömbölyödik. Mondd, Ati, neked nincs olyan reggeled, hogy le van ejtve a mai nap, nem mászom ki az ágyból, kérek egy nagy habos süteményt, nem mozdulok semennyit, nem szaladok körbe a tömb körül, hanem csak úgy lustizom. De valóban nekem is a mozgás szünet, az nekem is örömet tud okozni. Tehát valóban... Csak mennyi a szünet? Így van, csak mennyi az a mozgás szünet, tehát egy idő után nem. De valóban nekem is lenne úgy, hogy inkább szívesen elfeküdnék, elfáradtam. De a munka szeretete, az emberek szeretete, nagyon szeretem a szakmámat, és akkor egy mosolyal már, vagy egy kéréssel már elcsábulok és segítek, és ott vagyok, megyek. Szóval valószínűleg ezt szívből kell csinálni, és akkor az ember néha hajlamos túlhajtani is magát. Tehát nekem azért a hétköznap és a hétvége is nagyon sokszor munkanap, ami másnak sokszor pihenő, de ugyanakkor meg olyan szép és olyan mozgalmas az életem, hogy minden nap egy nagy kirándulás. Úgyhogy én szeretem csinálni, jó érzés adni, tehát az ember lehet, hogy korral jár, most már én szeretek adni. Nagyon sokat kaptam az élettől, és nagyon jó érzés ezt átadni, és nekem ez ugyanannyi boldogságot okoz. De te mosolyogva ébredsz? Tehát állandóan találkozom veled, azért jó az aurádban lenni, mert mindig kapok tőled derűt, csillog a szemed, van benne huncutság, szóval jó veled találkozni, de te nem vagy morcos soha? A fáradtságnak ugye különböző fokozatai vannak. Van egy olyan szintje, amit nagyon könnyen lehet kompenzálni, pláne az ember szívből él, én meg eléggé szívből élek, és nekem jól esik mosolyogni, egyrészt engem is energizál. Tehát az, hogy én mosolygok, és az embereknek adok, az ugyanúgy energiát ad nekem vissza. Tehát nekem szinte állandóan van energiám, amiből lehet merítkezni, de persze én is néha érzem, hogy fáradt vagyok belül, sokszor ez nem látszik. Talán van egy olyan pont, és ez nagyon ritkán fordul elő, amikor egy kicsikét kevésbé mosolygok, és akkor szokták azt kérdezni az emberek, hogy van-e valami baj. Akkor sincs baj, mert gyönyörű az élet, csak akkor már tényleg ott van, hogy már bizonyos funkciókat vissza kell vennem, és már nem tudok olyan energiadús lenni. De akkor sem vagyok szomorú, mert annyi mindennek tudok örülni az életemben, és annyiszor visszaemlékszem egyrészt a múltra, meg ránézek más emberekre, hogy én olyan egy szerencsés ember vagyok, hogy egyszerűen nem tudok boldogtalan lenni, bármi is történjék az életben. Te szerencsés vagy? Hát szerintem szorgalmas szerencsés vagy, nem? Rólad a második, harmadik jelző mondjuk az nekem, ami eszembe jut, hogy szorgalom, aki 5 éves korától sportolt, sokfélét kipróbált, és aztán az aerobikra rátalált, de aki kicsi korában cetlire írta a feladatait. Minden tudsz. Nem is kellek ide, tényleg minden tudsz. De ma is ugyanaz a kisfiú, csak nagyban ugyanazzal a szorgalommal él. Igen, igen, nagyon. Tehát valahogyan ez így alakult ki, ez vagyok én. Nem, most ma sincsenek nagyon üres járataim, folyamatosan jár az agyam, szkenelek, előre gondolkozom, tervezek előre egy napra, egy hétre, egy hónapra, egy évre. Valahogyan nem tudom, hogy miért így alakultam ki. Valószínűleg a sport is erre nevelt rá, hogy mindig az ember megtervezze, beosztja az idejét. És valahogy így pörgök, és hát néha sajnos, hát ugye az ember néha többet is bevállal, amit úgy már néha elbírna. De hát te arra vagy hajlamos, nem, hogy a lelkesedés elvisz. Így van. Tehát, így van. Hogy nemet mondani, azt nem tanultál meg annyira. Nehéz. Tudok már jobban, sokkal jobban tudok nemet mondani, mint régebben, csak az ember néha, amikor előre bevállal valamit, nem nagyon tudja azt, hogy mi fog még történni. És nagyon sok olyan bevállalás van, hogy amikor az ember elígérkezik, és hát akkor azt már megcsinálja, akkor már nem visszakozik, és hát lehet, hogy akkor mire odaérek, éppen az energia szintem lent van, de hát ott van a munka, meg kell csinálni. Egy picit olyan, mint a mezőgazdász, hogy ő kim van a földön, ha most akkor be kell takarítani, akkor be kell takarítani, és hát akkor meg kell csinálni, így van. De egyébként ugye te nem maradtál meg a személyi edzőségnél, holott nyilván, hogy idősek vagy akár túlsúlyjal rendelkezők megkeresnek téged, de sok emberhez szólsz, tehát kiléptél a személyi edző, inkább ilyen tömegedző, meg tömegeket felvilágosító szerepbe. Miért volt fontos neked a több?
két dolog. Egyrészt, hogy az embernek ugye néha változtatni kell az életén. Tehát nem nehezen tudom elképzelni azt, hogy edzőteremben vagyok reggeltől estig egészen mondjuk, amíg nyugdíjban nem vonulok. Tehát azért az embernek saját magán is, az élet módján is változtatni kell, hogy újabb izgalmakat keresek, újabb kihívásokat keresek. És ugye az megvolt. Tehát azért én, hát nem tudom, hogy lehet mondani, az első személyedző papírom nekem volt Magyarországon, az első turnusban vettem részt Magyarországon, tehát minden már az elejétől ott vagyok, az aerobik, mikor a Magyar Aerobik Szövetség alakult, lényegében akkor már elkezdtem az aerobikot, tehát nagyon az elején ott voltam, és éppen ezért, mit akartam mondani? Hogy mindig kell valami új, amiben... Igen, mindig kell a kívás, így van, és az edzőteremben való világ az egy kicsit szűknek bizonyul, ráadásul, ha van egy működő rendszer, amit úgy érzem, hogy jól működik, és tudok segíteni, akkor úgy érzem, hogy mindig újabb és újabb embereknek szeretnék megfelelni és segíteni, és ezt a rendszert szeretném, hogyha más is megismerni, és ezért nyitottam más emberek irányába, akik esetleg erre igényt tartanak. Na tehát, de mondjuk, játsszuk el. Eljövök hozzád én a valaki. Üdvözlöm, Katus Attila, problémám van. Úgy elhagytam magam, olyan nyűgös voltam, lusta voltam, már vagy fél éve, vagy egy éve, vagy ki mennyit mond, meg sem mozdultam, eresztenek le az izmaim, vagy éppen túlsúllyal küzdök. És te nem csak súlyzóra vonatkozó, vagy kardióra vonatkozó ötleteket adsz nekem, ugye? Hanem igazából az életemet próbálod reformálni. Mi a menete? Ezért is ez a titulusom, hogy életmód szakértő. Tehát én azt gondolom, hogy maga egy edzésterv nagyon fontos, hiszen a testmozgás nagyon fontos, de sokkal szélesebb perspektívába kell nézni egy problémát, vagy egy kezelendő feladatot. Ezért a testmozgás, a táplálkozás, a gondolkozás, egyáltalán, hogy az ember hogyan osszabb az idejét, a fontossága a dolgoknak. Tényleg az ember néha olyan dolgokra szán időt és olyan dolgokkal foglalkozik, amitől vagy egyáltalán mindig magát az utolsó helyre pakolja, és hogyha ő magából utána nem tud merítkezni, mert teljesen odaadta magát a többieknek, akkor igazából a végén már nem tud mit adni, tehát egyfajta hitelezte a testét éveken keresztül, tehát vissza kell mindig fektetni az embernek önmagába. Na de most nyakon csíplek, hát hiszen te ezt csinálod. Valamilyen szinten igen, de én nagyon tudatosan figyelek arra, hogy mindig legyen energiám. Tehát nekem én testmozgásra soha nem állok le, az pedig egy óriási energiaforrás, amivel tudok továbbadni embereknek. Ha én elmegyek, van egy napom, vagy kettő, vagy egy fél napom, akkor én ezt rögtön arra fordítom, hogy feltöltődjek. Én akkor elmegyek sportolni, alszom egy jót, tehát én nagyon kínosan figyelek arra, hogy legyen energiám. Természetesen nekem se sikerül mindig, néha én is átesek a túlsó oldalára, de a törekvés, a folytonos törekvés az bennem van, hogy az nagyon hülyén néz ki, az ember elmegy egy rendezvényre, és én vagyok a legfáradtabb ember, és nekem kéne tanácsot adni, tehát az nem egy jó példa, tehát azért arra figyelek, hogy igyekszem figyelni, és az esetek többségében azért azt gondolom, hogy ez sikerül is, hogy tudjak adni az embereknek mintát, példát tudjak mutatni, hiszen most a gyereket nézünk, és az édesapja azt mondja, hogy ne dohányozz, akkor, és közben ő dohányzik, akkor az nem lesz hiteles, ugyebár. Tehát azt gondolom, hogy a minta az, hogy az emberek rám néznek, akkor azt látják, hogy egészséget sugárzok, jó kedvet sugárzok, és aki ismer, az tudja, hogy ez nem egy megjátszott dolog, hanem tényleg ilyen ember vagyok, és én tényleg ebből merítkezem a szakmám szeretetéből, az emberek szeretetéből, a testmozgásból, hát ezekből gyűjtöm az energiát. Hát azt gondolom, hogy nem egy papírzsepi van ide betéve a bicepszek helyére, de egyébként mondjuk így magaddal, ahogy most vagy kondiban, elégedett vagy, és egyáltalán szigorú vagy magadhoz? Annyira vagyok szigorú, mint mással, vagyis ez azt jelenti, hogy bizonyos szintig szigorú vagyok, de egy idő után nem. Tehát nem vagyok a szélsőségek híve semmilyen szempontból. Tehát én is adott esetben van, hogy egy kicsikét kevesebbet edzek, van, hogy akkor kicsit többet edzek, tehát van egyfajta hullám, de soha nem állok le a testmozgással, ez az egyik. Én valahogy úgy gondolkozom, hogy nem biztos, hogy most elindulok egy futóversenyen, én nyerném meg, mint mondjuk régebben, de az mondjuk célom, hogy 90 éves koromban is elinduljak a futóversenyen. És akkor sem, tehát gyakorlatilag egy folyamatosan egy jó állapotban tartom magam, már nem vagyok élsportoló, már nincs szükség arra, hogy óriásikat teljesítsek, óriásikat bizonyítsak, de folyamatosan mozgásban vagyok. Nekem nagyon fontos az, hogy 90 éves koromban is az ízületem jó állapotban legyenek. Tehát amikor az ember testmozgás végez, akkor meg kell nézni, hogy mi az, amit hoz a konyhára a testmozgás, és mi az, amit elvihet. Tehát, és mást is erre oktatok a testmozgás tekintetében is, és az étkezés tekintetében is. Tehát azt mondom, hogy ha valaki 80%-ban jól teljesít, akkor az jól teljesít, és hosszú távon hosszú élete lesz, vidám, boldog élete lesz, és belefér az a 20% is,
amire adott esetben vágyunk, és mégsem tiltjuk magunktól, hogy ez sem lehet, az sem lehet, mert az ember utána betekeredik, mint ahogy erre nagyon sok példát látok a környezetemben, akik megkeresnek, szélsőséges diétákat folytatnak, és szélsőségesen állnak a testmozgáshoz is egyáltalán, és ezt hosszú távon nem tartható. Lehet, hogy pont a szélsőségek látványa vagy tapasztalása okán kezdtél el tényleg ezzel is foglalkozni, hiszen a Debreceni Tudományegyetemmel együtt ugye kvázi arcodat adtad, nevedet adtad, meg hitelességedet, meg szakmádat is betetted egy új fejlesztésben. Pont azért, hogy valahogy egészséges mederbe tartsuk a táplálkozást, és ne idióta módon éheztessük magunkat, vagy essünk át a lónak épp egy másik oldalára? Igen, tehát azt gondolom, a testmozgás mellett mindenképpen nekem a táplálkozás területén is próbálok segítséget nyújtani, hiszen már említettem, hogy a horizont az tágasan kell kezelni, és ekkor vettem fel a kapcsolatot a Debreceni Agrártudományi Egyetemmel, és hát gyakorlatilag vele olyan ételeket sikerült fejleszteni, amely az embereket ugye el tudjuk juttatni a boltokba, ahol ez kapható lesz, akkor az embereknek van egy választási lehetőségük, amivel megint egyet előre lépnek. Tehát ha magasabb a rostartalma, ha csökkentett a szédeltartalma, és még mellette jó is az íze, na jó, akkor miért ne válasszak? Ami egészséges, az általában nem finom. Ez volt a múlt, de a technológia ma már lehetővé teszi. Tehát érdekes, igen, én nekem is ez volt a tudatom, világ életemben, az ételházhozszállításban, meg minden ilyen dologban, hogy amikor gyerekkoromban a diabéteses cukrot nyomogtam, mert nem tudom, éppen édesanyám gyógyszerész volt, és azt hozta haza, és akkor megkóstoltam. Tehát, hogy nem olyan, de ez ma már azt gondolom a múlt. Az egyébként az eszedbe jutott, hogy közeledik a 40. Nagyon. Szörnyű, mert úgy vagyok vele, hogy számszakilag ez már egy nagy szám, de egy közérzetben meg nem. Tehát ilyen fura egy helyzetben vagyok. Ha a számot nem tekintem és nem foglalkozom a számmal, akkor fantasztikusan érzem magamat. De persze ott van az emberben, hogy hú, de ketyeg. Ezért sokszor már nem is szívesen beszélek a koromról, mert az embereket így, hogy mondjam, sokszor egy számmal azonosítanak egy állapotot, vagy egy kinézetet, vagy egy gondolkodásmódot, és ezt nem szeretem, ezt kerülöm. Tehát nem azért, mert szégyellem a koromat, mert nincs mit szégyelni rajta, az egy állapot egyébként is, viszont azt nem szeretem, ha azt mondja mondjuk, hogy nem tudom, mondok egy példát, az én édesapámat észrevettem a Facebookon, hogy rajta van, ugye? És oda volt írva, kép nélkül, hogy dr. Katus Miklós, férfi, 70 éves. És hirtelen azt jutottam, hogy Jézus Mária, nekem milyen idős az édesapám. De ha én őt ismerem, akkor én nem egy 70 éves embernek ismerem. Szóval, hogy az emberek hajlamosak skatujába tenni embereket, ezért a korról egy idő után nem annyira szerencsés beszélni, inkább ismerjenek meg, és utána alakítsák ki, hogy ők hova tesznek a fejükben. Na de igazából ehhez viszont az is hozzá kapcsolható lenne, hogy emberek, 40 vagyok, és így lehet 40 évesen kinézni, tehát lehet ennek egy ilyen ez így van másik egyébként. Üzenete ez is. így van, tehát nem, ezért mondom, hogy nem szégyellem, de nem is, tehát valahol a kettő között ingázom, mm-hmm. hogy most éppen hogyan érzem, mert valóban van egy ilyen oldala is, hogy az ember büszke, sőt én is azoknak az embereknek a teljesítményre vagyok a legbüszkébb, akik idősebb korban is jól tudják magukat tartani, és összhangban van az életük. Azt gondolom, az a teljesítmény, mert fiatal korban gyakorlatilag a felépítő folyamatok dolgoznak, a leépítők még alig, és mindenki jól néz ki, és csinos, és stb. Minden működik, és egyébként mindenki azt hiszi, hogy ez egy állandó állapot lesz, de nem. Aztán előbb-utóbb rájövünk, hogy nem, hogy ezért tenni kell. Tehát ezért is nehezebb a fiatalokkal, mert még akkor is a kompjúter mellett ülnek, egyre szebbek, egyre magasabbak, egyre daliásabbak. Egy darabig, de hát ezt föl kell ismerni, hogy őket viszi valami, ami egyszer csak le fogja őket tenni, sőt, utána majd húzza őket lefelé. Tehát de ezt meg kell értetni, tehát ez a szakmám része, hogy az embereket beláttassam, hogy megértsék a dolgokat, mert valaki megért valamit, akkor tesz érte. Ha csak mondom, hogy ezt is ezt tegyed, de nem értettem meg vele, akkor nem fogja csinálni maximum egy hétig. Tehát nagyon fontos, hogy az embereket valamilyen szinten tanítani, és úgy tanítani, ami őket érdekli. Tehát a gyerekkel másképp kell beszélni, hogy különböző embertípusok vannak, mindenkit meg kell találni az Achilles-szét, hogy hol fogékony arra a változásra. Egy kicsit pszichológus is lettél. Hát igen, valahol ilyen testnevelő, testformáló is, ugye életmód tanácsadó, és közben üzletemberré is váltál. Egyébként az öltöny és a sportruházat aránya mennyi az életedben? Nevezetesen mennyit vagy üzletember, és mennyit vagy sportember? Vagy hát, hogy igen, változik? Ez az arány, ez tolódik el szépen az évek alatt. Azt gondolom, hogy talán valahogy egy normális folyamat, hogy az ember egyre többet
van az üzleti életben, hiszen hát ez az élet része, le kell fektetni az alapokat, jönnek majd az utódok, és aztán így megy tovább az élet. Úgyhogy ez egy része az életnek, de az is biztos, hogy nekem a igazi kikapcsolódás az jelenti, amikor bemegyek az edzőterembe. Tehát azt szoktam mondani, hogy amikor én bemegyek oda, az nekem a szórakozás része, hogy megtartok egy személyedzést vagy egy aerobikot, hiszen én azzal, ahogy elkezdek mozogni, gyakorlatilag az a stressz, amit a nap folyamán, meg az a koncentrálás, ami egész nap folyamán, telefonok, tárgyalások és stb., azt ott el tudom engedni. És akkor ott vagyok a vendéggel, nevetünk, aerobikozunk, ott vannak a hölgyek, akik szintén ugyanúgy mennek be egyébként, tehát látom, amikor bemegyek a tornára, lóg a feje az embereknek, fáradtak, aztán elkezdünk együtt valamit, és a végeredmény, amikor kifelé megyünk, egészen más emberek, más gondolatok, más érzelmek, és ez az, ami engem is értet, ezért is megyek mindig szívesen. Tehát, Ebből táplálkozom. Te vagy az, aki az épp testben, épp lélek, de azért egy picit, hogyha a lelked felé közelednék, azért egy dolog, hogy ezzel oldod a stresszed, de a lelki harmóniádra hogy vigyázol? Ki vigyáz? Azt hangsúlyozod, hogy sokaknak adsz, és tőlük visszakapsz. És beszélgettünk mi már többször, és ha a magánélethez kiukadunk, na ott van az, hogy és azért most akkor nem artikulálom újra, hogy mely születésnap közelg majd, igen, de nem is a társadalmi elvárások okán, de akinek ekkora szíve van, ott már tényleg azt várnám, vagy úgy remélném, vagy kívánnám neki, hogy az a fajta kerekség is meglegyen. Igen. Abban meg olyan nagyon óvatos vagy, egy hosszú kapcsolatnak vége lett, vagy másfél éve. Mi van ott? Igen, igen. Nagyon szeretnék ebbe az állapotba is már, hogy mondjam, megállapodni, tehát szeretnék ebbe az irányba menni, de ezt az ember nem rendelheti meg. Tehát itt is egyfajta maximalizmus uralkodik, és ugye az ember nagyon óvatos. És azt gondolom, hogy ahogy egyre idősebbek vagyunk, egyre óvatosabbak is vagyunk, egyre nehezebb is a választás, de én azt gondolom, hogy egy jól megalapozott választással ez is el fog jönni, és tényleg azt én abban bízom, hogy egy jó karban lévő, világra nyitott ember maradok, aki fiatalos és energiával teli, hogy én még az unokáimat is fogom látni, és lesz energiám rájuk is. Tehát én ebben bízom, hogy egyfajta kicsikét más életritmusban élek, mint mások, és talán az 5-10 év, amivel én később érek, az megmarad a későbbiek folyamán. Nehéz erről nyilatkozni, tényleg én is szeretnék már. Tehát a másik meg az, hogy ha ma már az ember kapcsolatba gondolkodik, akkor úgy gondolkozok, mint egy nő, hogy akkor ő a gyermekém anyja lehetne, hogy ő tényleg jó anya lenne. Tehát nem csak úgy, mint 20 évesen, hogy hú, de jó az ágyban, és hogy milyen jókat nevetünk, és stb., és egyébként nem érdekel a többi, hanem ennél sokkal, sokkal szélesebben gondolkozom, sokkal mélyebben gondolkozom egy társválasztásban, és akkor itt már azért azt gondolom, hogy ha már minden szempontot figyelembe veszünk, akkor már sokkal nehezebb találni társat. Tehát nagyon komoly lett a szűrő? Így van, így van. Szigorúbb? Igen, igen, mert most már nem úgy keresek társat, hogy 2-3 évre, vagy hogy, hanem egy életre próbálok, és azért ez megnehezíti a választást. Pláne egy olyan embernek, aki nagyon maximalista, és mindenben a nagyon jót akar magának kihozni, mind a szakmában, mind a magánéletben, azt gondolom, hogy ez megnehezíti a választást. Bízom benne, hogy a jövőt nem lehet látni, nagyon szeretném, ha ez megtörténne. Lehet, mire lemegy az adás már, megváltozik, ki tudja, kimegyek itt, és szóval nyitott vagyok rá, de ugyanakkor meg próbálom nem elkapkodni, még akkor is, hogyha van egyfajta társadalmi elvárás, van egyfajta átlag gondolkodásmód. Nagyon sokszor én nem követem ezt, mert azt gondolom, mindenkinek van egy saját útja, egy saját gondolata, saját céljai, tehát most vissza tudok tekinteni arra, hogyha mindig a társadalmi elvárást tekintettem volna elsőnek, akkor az aerobiknak sem álltam volna neki, mint fiú. Tehát, hogy azért sok olyan dolgot nem kezdett volna az ember, de valaki, mindenkinek a saját útja mentén kell haladnia. Neked nekem úgy tűnik, hogy ezt hozta. Ugye volt olyan időszak, amikor azt mondtad, hogy volt, hogy a sportban szerelmesebb voltál, mint a barátnődbe, és ment erre rá kapcsolatod. Igen, jó, igen. Ez nyilván még az élsport ideje volt leginkább, de most már egyébként képesebb lennél, szerelmesebb lenni egy nőbe, mint abban, amit felépítettél? Vagy most még nem ereszt ez a hajtás? Hát azért a szerelemre idő is kell. Igen, ez így van. Egy nőre idő kell. Azt a rostát, hogy megnézzem, arra is idő kell, meg figyelem, meg energia. Én nagyon szeretném, hogyha túlnőné az a szerelem, az az érzés a szakmámon.
ami nehéz, ugye, mert nagyon szeretem a szakmámat. A másik meg egy nagyon intenzív időszakát élem a szakmaiságomnak. Egy nagyon intenzív, dinamikus, fejlődő pályán vagyok, és fantasztikus dolgok történnek velem. Napról napra, hétről hétre, hónapról napra van egy cél, ami mentén én megyek. Tehát valóban nem könnyíti meg a párválasztást, mert ez számomra most nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy itt van az időm. Ez az én időm most. Mindenféle szempontból, érettségből, tapasztalatból jól tudok haladni a szakmámban. Tehát nem egyszerű, nem egyszerű. Valahogy úgy gondolkozom, hogy annak a nőnek ebben a nagy zűrzavarban, hogy valahogyan úgy kitűnjön ebben a nagy zavarban, amiben én élek. A napocska a felhők közül? Ezt túlszárnyalni nehéz, igen, mert hogy nagyon-nagyon pörög az életem. De szeretném, hogyha valaki ebben a zavarban így kitűnne, mert azon, ha valaki ilyen zavarosba kitűnik, akkor az biztos, hogy az igazi. Valahogy azt gondolom is. A másik pedig, ami a nőkkel kapcsolatos, és ez lehet, hogy valakinek nem lesz szimpatikus, mert senkit nem akarok megbántani, csak hogy valami vidéki lányt szeretnék. Nem tudom. Ezen gondolkoztam, hogy talán ők azok, akik hozzám közelebb állnak. Én is egy vidéki srác vagyok, még akkor is, hogyha Budapesten élek. Én nekem valahogy sokat jelent a vidékiség. A vidéki nekem a vidéki szó az nekem egy pozitív tartalmat jelent, és nagyon sok pozitív értékkel. És valahogyan a vidéki lányokban több hasonlóságot találok. És mivel többet vagyok Budapesten, szerencsére azért megyek fellépni, de valahogy úgy érzem, hogy nekem valahol vagy egy vidéki lány lesz, vagy egy, aki vidéken élt, és nem halt ki belőle a vidékiség. Nem tudom, hogy miért. A vidékiség neked az a köztudottan szép család, ahol te cseperedtél, az a szeretetteljesség, az a megnyugvás, az a hátország, igen, hogy valami ilyet biztosítson neked egy nő? Igen, egy olyan, aki nagyon tud szeretni, akinek tiszta tekintete van, aki talán egy kicsit még naív is, akinek vannak céljai az életben, és olyan tisztán tudott maradni, mint egy kis vidéki patak, ami ott folyik, és még nem szennyeztik be a dolgok. Aki még nem számító, akiben a régi alapértékek ott benne vannak, persze legyen benne élet, tehát azért az nem lenne jó, ha leteszem való egy sarokba, és akkor ott marad. Tehát, hogy azért legyen benne élet, vitalitás, de mindenképpen azt a fajta tisztaságot szeretném. Figyelj, egyet árulj még el a végén. Na. Azt mondjuk, hogy ragyogjon ki a tömegből egy csaj. Annak a csajnak muszáj 90, 60, 90, ne. 178 centi, biceps, triceps a helyén, nem. Vádli tökéletes. Ezt gondolják rólam az emberek, de nagyon nem így van. Egyrészt, mert a nő az nagyon sokféleképpen szép. Tehát, hogy ezért sem inném, hogy nekem ez az ideálom. Másrészt meg a tapasztalatok is mondom, hogy én nem ezt keresem, mert nekem egyéb szempontok. Az, hogy nő legyen, az fontos. Nőies legyen, nőiesen gondolkozó nő legyen. Lehet ezt mondom, igényes legyen. Lehet rajta pár kiló túlsú. Simán. Tehát abszolút nem így választok, és tévhit lenne, sőt nem is ezt oktatom, tehát nem is ezt oktatom, hogy a nők kockásosak legyenek, vagy a nők extrémen csak a címlapos lányok, abszolút, sőt, hát nagyon sokszor nem ezt keresem, tehát most a Budapesten akár az éjszakai életben, ha az ember elmegy, akkor számtalan ilyen lány mozog, tehát biztos, hogy találnék olyat, de nem biztos, hogy ez engem izgalomba hoz, tehát ott valami különlegesnek kell lenni, ami pont, hogy eltér. Tehát pont, hogy én a sablontól való eltérőt keresem. Nem azt, mert mindenki a sablon irányába megy, de nekem a sablon az azt jelenti, hogy 10 nőből 9 sablon, mert nem mindenki ugyanúgy öltözködik, ugyanúgy gondolkozik, ugyanúgy gesztikulál, ugyanúgy csinál mindent. Most én azt az egyet keresem, akinek van önálló gondolata, akinek van egy önálló értékrendje, hogy ő így gondolja. Még akkor is, hogyha ő ezzel egyedül marad, mert 10-ből 9 fogorvos nem ezt javasolja. Én azt gondolom, hogy a különlegeset kell keresni, és nem a commerce-t, az átlagost, hanem amire föl lehet nézni, ami megfog. És ennek messze nem kell tökéletesnek lennie. Öröm volt veled találkozni. Jaj, köszönöm a kedvességet. A saját tökéletlenségeimmel ma én is jobban érzem magam. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a kívást. Gondolkodjunk együtt legközelebb is egy kávé mellett. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.